Az amerikai hadsereg kivonult, menekülnek a nyugati országok állampolgárai. A tálibok gyakorlatilag egy puskalövés nélkül bevették Afganisztánt. Milyen hatással van ez az országra és milyen Európára? Erről beszélgetünk a Globálban. Jó napot kívánok, Gantner Barnabás vagyok. Most Izraelbe fogunk kapcsolni. Köszöntöm Robert C. Kastel, izraeli biztonságpolitikai szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok Jeruzsálemből! Jó napot! Az lenne a legfontosabb kérdés, Izrael szempontjából Afganisztán milyen biztonságpolitika, milyen stratégiai változást jelent? Tehát megváltoznak-e az erőviszonyok attól, hogy Közép-Ázsiában megváltoznak az erőviszonyok, ez milyen hatással van a Közel-Keletre? Én úgy gondolom, hogy Izrael számára ez a gyors változás, ez jelent egyrészt egy veszély, komoly veszélyt is, vagy veszélyeket, és ugyanakkor jelent újabb lehetőségeket is, vagy alkalmakat. Mik ezek a veszélyek? Természetesen az amerikai kihátrálás hátszeret adott a régió összes szélsőségesének. Ugyebár megvalósult Osama Bin Ladennak az álma. Sikerült legyőzni a második szuperhatalmat is, és az üzenet a többi radikális számára az, hogy ha tartják magukat a szaber elvéhez arabul, ugyebár ez a türelem, a kivárás elvéhez, akkor előbb-utóbb győzedelmeskedni fognak. És ez a hátszél, amit a többi szélsőségesek kaptak, megnyilvánulhat támadásokba úgy Izrael, mint egyéb nyugati célpontok ellen. Ez az első fenyegetés. A másik fenyegetés pedig egy migrációs fenyegetés, ami épp úgy irányulhat Izrael, mint Európa felé. Ez megnyilvánulhat a taktikai szinten, és megnyilvánulhat a stratégiai szinten is. Például Irán eldöntheti azt, hogy lehetővé teszi több tízezer vagy több százezer menekült átvonulását a területén, Irán területén, és Iraknak azokon a területen, amiket Irán ellenőriz, és ezekkel egy humanitárius válsággal destabilizálja a Levantnak, a Közel-Keletnek ezt a részét. A további veszélyek, amiket látok, az a szárazföldi híd, ami kialakul Kína és Irán között az afgán változás révén, és ez nagyon megerősítheti az irán-kínai szövetséget, ami most alakul ki a szemünk előtt. És a kisebb fenyegetések, vagy taktikai szintű fenyegetések, a kábítószer piacnak a fellendülése, kábítószer kereskedelem föllendülése, ami ráépülhet azokra a kereskedelmi útvonalakra. Ez ami a veszélyeket illeti. Ami a lehetőségeket illeti, azt hiszem, hogy Amerika bebizonyította egy nem létező arab világnak, aminek külső támogatásra van szüksége, hogy Amerikára nem lehet számítani, mint szövetségesre. És ahhoz, hogy az arab világnak a darabjai föl tudják tartani magukat, úgy az iráni, mint a török, vagy egyéb fenyegetések ellen szükségük lesz egy helyi szövetségesre. És ez a helyi szövetséges, ez Izrael lehet. Az ábrahámi egyezmények például egyértelműen ebbe az irányba mutatnak. És paradox módon Izraelnek nem a közelsége Amerikához ad, ami attraktívá teszi az arabok számára Izraelt, mint szövetségest, hanem éppen az, hogy Izrael hajlandó lesz esetenként az amerikai kormány politikája ellen is föllépni ezek ellen a fenyegetések ellen, Irán ellen, vagy a radikálisok ellen, terrorszervezetek ellen, és Izrael nagyon attraktív szövetségesé válhat az arab világ számára. Robert Kastelnek köszönöm szépen az elemzést, elég kimerítve, folytatjuk itt a stúdióban Wagner Péterrel.